Hetente összeül az Aratási Bizottság a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei agrárkamarában. A megyében 10-14 nap alatt is befejeződhetne az aratás, a technikai feltételek adottak ehhez, de az esős időjárás miatt nem tudnak haladni a gazdák a kalászosok betakarításával. Az őszi árpa 76%-át learatták, de a búzához szinte hozzá sem kezdtek még. A borsóval és a repcével is félbehagyták az aratást, mondták el. 55 ezer hektáron termelnek gabonaféléket megyénkben, ebből búza 25 ezer hektáron terem. Egyenlőre még amiket levágtunk, illetve belekóstolgatnak, nagyon jó minőségek vannak, csak ez a csapadékos időnek most már jó lenne, ha vagy két hétet engedne, hogy az aratás beinduljon és be is fejeződjön. Ugyanis ez a csapadékos időjárás, mikor már ért a kalászos, akkor káros hatásokat vált ki, és betegségek jelentkeznek benne. A fuzáriumtól féltik a búzát, és a termés beltartalmi értéke is csökkenhet, ha nem tudnak kiszáradni a szemek. A felvásárlási árak a betakarított mennyiséggel arányosan alakulnak majd. Általában a felvásárlók a menet közben alakítják ki a áraikat, így ők különösen búzából a nagyon jó minőségű búzára 42 ezer forintot ígérnek per pillanat, és hát nyilván 2000 forint a minőségi kategóriától függően lejjebb, és hát takarmányban például összeárpa nagyon kicsi a kereslet, hát a titikálé még nem kezdődött meg, reméljük, hogy egy közepes ára, hisz a titikálé beépülésre került a baromfi takarmányba, receptúrába, és úgy gondolom, hogy annak viszont lesz keresete. A csapadékos időjárás nem teszi jut a gabonaféléknek, a tavalyi rekordév után országosan is 10-20%-kal kevesebb terméshozamra, mint egy 4 millió tonna búzára számítanak a gazdák, ami az ország kenyérgabona ellátására elég lesz, és akár juthat exportra és vetőmagra is. A minőségre, ha nem is lesz kifogás, a felvásárlási árakat viszont keveslik a gazdák, főként annak tükrében, hogy ebben az évben a szélsőséges időjárás károkat okozott a gabonafélékben is. Búzát országosan 958 ezer hektáról takarítanak be, ha az időjárás is engedi, augusztus elejére be is fejeződhet az aratás.